levitárt nem kell, vagy talán nem is illik adni. A képek, a fotográfiák annyira önmagukért beszélnek, hogy egyszerűen a néző az saját magába bele fogja exponálni ezeket a képeket, és úgy gondolom, ha elhagyja ezt a kiállítási területet, soha többet nem fogja ezeket a képeket elfelejteni. A jó fotográfiáról igazából véve nem érdemes beszélni. Talán a fotográfusról. Arról az emberről, aki ezeket a képeket elkészítette, láthatóvá tette, és megoszta velünk, megoszta a világgal. Ezek a képek most a Pécsi Árkád bevásárlóközpontban vannak kiállítva, és azt hiszem, nem túlzok, azt mondom, hogy ezek a képek Budapesten, Műcsarnokban, Szép Művészeti Múzeumban, a Ludwig Múzeumban, de akárhol máshol, a világ legnagyobb múzeumaiban is megállnák a helyüket, és egy olyan élményt és olyan emberi gazdagságot adnának a nézőknek, amelyek messze túlmutatnak azokon a felületeken, amelyeket fotográfiaként láthatnak. Én úgy gondolom, amikor ezeket a képeket néztem, mindegyik kettős portré, egyetlen egy emberről készült kettős portré, de én három embert láttam minden egyes képen. Modell két arcát, és a modellel szemben néző fotográfust. Számomra ez azért megható, és talán a nézők számára is, mert a nem könyvből nézett, nem plakátról ránk visszatekintő, vagy az internet képfelületéről visszanéző képeknél a kiállított fotográfia sokkal személyesebb. És ez a kiállítás legnagyobb erénye, hogy kézzel foghatóvá, magunkévá tehetővé ott áll előttünk, és szinte részesei lehetünk azoknak a pillanatoknak, amikor a fotográfus az exponáló gombot megnyomta. Milyen egyszerű dolog, csak a pillanatot kell kiválasztani, a helyszínt és az időpontot, és kész is a fotográfia. De hogy ilyen személyes varázslattal, ilyen emberséggel, ilyen emberi mélységgel és közelséggel a portréfotózásban igazából véve nagyon ritkán találkozunk. Ha egy professzionalista fotográfus ezekbe az intézményekbe valamilyen céllal, akár riporterként, akár fotográfusként megjelenne, én úgy gondolom, közel sem tudna ilyen személyes képeket készíteni. Nem kerülhetne rá a saját világa, a saját nem látható arcképe harmadikként a képekre. Ez csak úgy lehet, hogy valaki ott él, részese annak a világnak, valamilyen szinten bele nyúl abba a világba, ami ott történik, és ez a belenyúlás, ez a jelenlét, ez a legnagyobb dolog. Én úgy gondolom, hogy a magyar fotográfiai hagyományoknak megfelelően, hiszen a világon a magyar fotográfusok nagyon mélyen belenyomták a névjegyüket a fotográfia és a vizuális kultúrtörténetbe, ebbe a sorba gyönyörűen és hitelesen illeszkedik Fábián Gábor itt látható kiállítása, és kapacitálom önöket, hogy menjenek föl, nézzék meg ezeket a képeket, és ha van kedvük, néhány szót beszéljenek a fotográfussal. Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem a rendező, a kiállításnak otthont adó Árkád üzletközpontnak
azt, hogy helyet biztosítottak ennek a kiállításnak.